Hát a Tekről annyitól kell mondani, hogy 3 éve alakultunk. Igazából ez egy ilyen baráti társaság. Offroadozunk, szeretjük ezt a sportot. Összetart minket. Hát itt Galocsára szoktunk kijönni autózni. Eljárunk a Bástrofi keretein belül több versenyre. Virtó, Zsana, Kecel. Milyen eredménnyel szoktatok ott végezni? Tessék? Milyen eredménnyel szoktatok ott végezni? Hát igazából most kezdünk úgy felzárkózni. Néha-néha sikerül fölkapaszkodunk a dobogóra, elég erős a mezőny, úgyhogy gyakorlatilag még hogyha nem érünk fel a dobogóra, az is egy kihívás, az is egy jó sport, gyakorlatilag mint egy nagy család, jó érezzük magunkat. Mit látunk most itt kint a pályán? Most a Bástrofi sorozat kalocsai futamát látjuk, gyakorlatilag zajlik folyamatosan a verseny, mint ahogy látszik a háttérben, az autókat húzzuk, vonjuk, toljuk, szereljük. Sokat kapnak az autók, úgyhogy mindig adódik valami probléma velük, de megoldjuk helyszínen, úgyhogy... Hány helyszínen rendeztétek, és körülbelül hány szervezővel a mostani verseny? Hát körülbelül szervezzük egy olyan, hát a csapattagunk 20, plusz vannak a segítők, körülbelül ilyen 30-35 ember segíti a munkánkat. 3 helyszínünk van, a 3 helyszínen van több pálya kialakítva, különböző nehézségi fokozatokkal. Normál, open, side-by-side, quad, profi, extrém, proto, sok kategóriánk van. Egyébként ezeket a versenyeket teljesen a nevezési díjból tudjátok finanszírozni a bonyolítást? Nem, vannak külső támogatók, fő támogatóink között el tudjuk mondani az Eneos, BS Plastik, Szakál Metal, Karamell, Pintérművek, tehát sok. Körülbelül hányan vagytok most a helyi klubban? Hogy? A helyi klubban hányan vagytok most? A helyi klubban vagyunk, hát körülbelül 20-an vagyunk, körülbelül így tudom elmondani, ez a csapat létszám. Jó. Mit látunk még a mai nap folyamán? Mai nap folyamán még lehet látni az Extrémnek a befejező futamát, a Profi Plusznek a befejező futamát, illetve még itt vannak még a normál autóknak is a befejező futama. Évente ez az egy versenyetek van? Hát évente egy versenyt szervezünk. Igen. Jövőre ilyenkor? Jövőre ilyenkor, körülbelül igen, szeptemberben tervezzük újra.